János evangélista szemtanúja volt Jézus földi életének, szemtanúja volt a halálának, és szemtanúja volt a feltámadásának. Az evangélium a negyedik részében a következő történetet mondja el. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá. Adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta. Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle. És ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram, megítő edénynek sincs, a kút is még, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy a te atyád, nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből volt, sőt, fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a kútból iszik, ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom megíteni. Jézus így szólt hozzá. Menj el, hidd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt. Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta. Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony erre ekkor így felelt. Uram, látom, hogy proféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Hidd nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek. És amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, ki veled beszélek. Ez az egyik legismertebb történet az evangéliumokból. Egy asszonyról van szó, akinek kisiklott az élete. Az asszony találkozik Jézussal,
És Jézus szép lassan rávezeti őt arra, hogy ő, Jézus, a megígért messiás. Ha tovább olvasnánk a történetet, akkor azt látnánk, hogy az asszony hisz Jézusban, és gyakorlatilag a falu népét is hozzávezeti. Nagyon sok mindent lehetne elmondani erről a történetről, én most nem fogom kibontani az egész történetet, inkább a tegnapi témához kapcsolódva fogok néhány dolgot kiemelni a vágyakozással kapcsolatban. Tegnap délelőtt arról volt szó, hogy lehet-e vágyak nélkül élni. És én erre azt válaszoltam, hogy nem, mert a vágyak meghatároznak bennünket. Jézus szerint a szívünkből indul ki minden, amit gondolunk és amit teszünk. Tegnap este pedig azt a kérdést tettem fel, hogy lehet-e vágyakkal élni. Az emberek ugyanis kettős problémával küzdködnek. Az egyik probléma a beteljesületlen vágyak problémája. A másik probléma a céltévesztett vágyak problémája. Lehet-e vágyakkal együtt élni? Buddha azt javasolta, hogy öljük meg a vágyainkat, és szabaduljunk meg a létezés illúziójától. Jézus viszont önmagához hív bennünket, hogy meggyógyíthassa a vágyainkat, és oldhassa a szomjunkat. Erről volt szó tegnap. A samáriai asszony története tökéletesen illusztrálja mindazt, amiről tegnap szó volt. Ezért választottam ezt a történetet ma délelőtre. Aki ott volt, vagy itt volt tegnap, annak remélem, hogy még mélyebben bevési a lelkébe, a gondolataiba, a szívébe azokat az igazságokat, amiket tegnap láttunk. De aki nem volt itt tegnap, annak is teljesen érthető lesz az, amit mondok. Öt dolgot illusztrál ez a történet. Először a történet illusztrálja a beteljesületlen vágyak problémáját. Ez az asszony, akivel Jézus a kútnál találkozik, beteljesületlen vágyakkal él együtt. Érdekes maga a szituáció is, ahol az asszony találkozik Jézussal, egy kút mellett beszélgetnek. Tikkasztó déli hőség van. Ilyenkor mindenki szomjas. Jézus is szomjas. És azt kéri az asszonytól, mivel nála nincsen merítő edény, hogy adjon neki vizet. Merítsen a kútból neki vizet. Jézus ebben a szituációban ejti el a következő megjegyzést. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki szól hozzád, hogy adj innom, te kértél volna tőle vizet, és ő adott volna neked élő vizet. Vagyis arra utalít Jézus, hogy kettőnk közül te vagy a szomjasabb. De más jellegű a te szomjúságod, mint az én szomjúságom. És a te szomjúságod sokkal fontosabb, mint az én szomjúságom. A te szomjúságod az egy lelki eredetű szomjúság. Annak a gyökere sokkal mélyebben van, mint az én vágyakozásom gyökere. Később elmondja Jézus azt is, hogy mit tud ennek az asszonynak a szomjúságáról. Öt férjed volt. És akivel most együtt élsz, az nem a férjed. Nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy az ember felvázolja maga előtt ennek az asszonynak az életét, hogy milyen élete volt ennek az asszonynak, mi az az ív, amit bejárt. Ez az asszony nem talált beteljesedést a kapcsolataiban. Amikor úgy gondolta, hogy megtalálta, és összekötötte az életét egy férfivel, hirtelen elillant előle a beteljesedés. Aztán újból. Aztán újból. És újból. Ötször egymás után.
Ahogy Pláton mondta Eroszról, mindaz, amit szeret, mindig kifolyik az ujjai között. Ezt élt át ez az asszony. Jézus tud a beteljesületlen vágyainkról, és beszél erről a témáról. Jézus ismeri a vágyaink feszültségét. Ismeri azt az őrítő érzést, amit a beteljesületlenség okoz. És beszél róla. Én nem tudom, hogy ki milyen vágyakkal, ki milyen beteljesületlen vágyakkal ül most itt. Lehet, hogy soha nem térte meg valaki a kezedet. Nem csak az a valaki, de senki. Lehet, hogy az az ember nem kérte meg a kezedet, akiről azt gondoltad, hogy Isten adta neked. Lehet, hogy megkérted annak a kezét, akiről azt gondoltad, hogy Isten adta neked, de ő nemet mondott rá. De az is lehet, hogy már több házasságon túl vagy, és rengeteg egyéb kapcsolaton is. Vagy csak rengeteg egyéb kapcsolaton vagy túl. Akármi is a beteljesületlen vágyaink oka, hallgassuk meg, hogy mit mond Jézus ennek az asszonynak. Jézus mindent más perspektívába helyez. Hát a történet illusztrálja a beteljesületlen vágyak problémáját. De nem csak azt. Másodszor a történet illusztrálja a céltévesztett vágyak problémáját. Az asszony tisztában volt azzal, hogy a vágyai nem csak beteljesületlenek, hanem céltévesztettek is. Ennek az asszonynak nem kellett különösebben elmagyarázni, hogy mit jelent keresni a nagy őt. Hogy mit jelent hiába keresni a nagy őt. Nem tudjuk, hogy miért volt ennyi kapcsolata ennek az asszonynak, de az biztos, hogy nem találta meg azt, akit keresett. Hogy legalább négyszer, vagy ötször célt tévesztett a vágya. Az ember azt gondolná, hogy jó, egyszer lehet mellé nyúlni. Talán kétszer is. De ötször? Vagy hatszor? Ennek az asszonynak nem kellett elmagyarázni azt, hogy mit jelentenek a céltévesztett vágyak. Az asszony kiábrándulására utalhat az a tény, hogy hatodszor már nem is házasodott össze azzal a férfivel, akivel együtt él. Persze lehet, hogy ezt ő fel sem ajánlotta neki, ettől csak még rosszabb lett a helyzete. Amit kimondhatunk az az, hogy ez egy elszúrt élet volt. Valaki úgy van most itt, hogy hasonló roncsok vannak az életében, ezt figyeljen. Jézusnak van mondani valója azok számára, akiknek a nagy ő keresése megoldhatatlan feladattá vált. Jézusnak van mondani valója azok számára, akik elszúrták az életüket, vagy akiknek mások szúrták el az életét. Jézusnak, senkit nem akarok most megmenteni, Jézusnak nem csak jól öltözött, középosztálybeli, baptista családban felnőtt emberek számára van mondani valója. Jézus olyan embereket is megszólít, akik minden mérce szerint elszúrták az életüket. De nem csak azok számára van mondani valója, akik már biztosan elmondhatják azt, hogy nem találták meg a nagy őt. Jézus azokhoz is beszél, akik még csak most kezdik el keresni a nagy őt. Akiknek úgy vannak beteljesületlen vágyai, hogy még csak remélik, hogy azok be fognak teljesedni. Jézusnak van azokhoz is szava, akiknek úgy vannak beteljesületlen vágyai, hogy már nem remélik, hogy azok valaha is be fognak teljesedni, és azokhoz is,
akik még minden porcikájukkal várják, és remélik, hogy ezek nem sokára beteljesednek. Hallgassuk meg, mit mond Jézus a samáriai asszonynak. Lehet, hogy túlságosan rágörcsöltünk a nagy ő kérdésére. Lehet, hogy egyetlen emberi nagy ő sem tudja betölteni a vágyakozásunkat. Vajon miért mennek tönkre szerelemből született házasság? Aki még nem hallott ilyenről, azt hadd ábrándítson ki. Nagyon sok szerelemből kezdődött házasság tönkre ment. Elég egyébként ehhez néhány legykalapot kinyitni. Álompárok mennek szét folyamatosan. Milyen szép példa volt a rakoncai házaspárnak a története, ugye az a kenus, aki átkenuszta az Atlanti-óceán. És heteken keresztül nem lehetett hallani róla semmit, hogy hol jár, mert megszakadt vele a kapcsolat. És a felesége, a tévében is írták, rádióinterjúkat is készítettek vele, újságokban is írt, csodálatosan helytállt, és reménykedett, és hitt abban, hogy a férje meg fog érkezni az óceán másik oldalára. És aztán korábban is, meg utána is együtt adtak interjúkat, és mindenki úgy tekintett rájuk, mint egy milyen klassz házaspár. Nem sokkal, pár hónappal azután, hogy megérkezett a kenus az óceán másik partján, és mindenki örült neki, majdnem mindenki örült neki, bejelentették, hogy elválnak. A történet, a samáriai asszony története illusztrálja azt, hogy vannak céltévesztett vágyak. Harmadszor, ez a történet illusztrálja azt, és ez nagyon fontos, hogy nem magával a vágyakozással van gond. A történetben a szomjúság a vágyakozás képe, metaforája. Buddha is szomjinak nevezte a vágyakozást. A szomj, ugye a vágyakozás egyik legnyilvánvalóbb formája, ezért lehet a vágyakozás metaforája. És a víz az, ami oltja a szomjat, vagyis a víz a beteljesedés metaforája. Ha megnézzük a történetet, Jézus egy pillanatig nem beszél arról, hogy a szomjúsággal lenne a gond. Buddha azt mondta, hogy a probléma a szomj, a vágyakozás. Ezért meg kell ölni a vágyakozást. Jézus viszont egyáltalán nem mondja azt az asszonynak, hogy az a bajod, hogy szomjas vagy. Jézus szerint az asszony baja az, hogy rossz útból iszik. Nem az, hogy szomjas. Ne higgyünk azoknak, akik megpróbálják a vágyakat kiirtani belőlünk. A vágyakat nem kiirtani kell, a vágyaknak az irányát kell helyes irányba fordítani. Ne higgyünk azoknak, akik valamiféle érzelemmentes kereszténységet próbálnak lenyomni a torkunkon. Ne higgyünk azoknak, akik langyos, középszerű, minimális elvárásokkal operáló kereszténységet, vagy vallásosságot próbálnak bennünk, vagy általunk megvalósítani, vagy megélni, vagy bennünket arra próbálnak nevelni. Jézus nem hibáztatja az asszonyt a szomjúsága miatt. Nem a szomjúsággal van a gond. Negyedszer, a negyedik dolog, amit ez a történet illusztrál, az az, hogy Jézus beteljesedést, egy beteljesítést ígér. A beszélgetésben több alkalommal is utal arra Jézus, hogy be tudja tölteni az asszony vágyakozását. Tizedik vers. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet.
13. vers. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Én vagyok az, mondja az asszonynak, a Mesiás. Én vagyok az, aki veled beszélek. Bizonyos értelemben itt Jézus azt mondja az asszonynak, hogy én vagyok a nagy ő. Nyilván nem arra gondol Jézus, hogy ő beállna a sorba a hetediknek. Hogy esetleg azt ígérne, hogy ő feleségül is veszi az asszony, tehát jobb ajánlata van, mint a hatodiknak. Itt Jézus arra utal, hogy az asszony eddig rossz helyen kereste a legmélyebb vágyai beteljesedését. És ember nem fogja tudni betölteni ezeket a vágyakat. Lehet hetedik, lehet nyolcadik, kilencedik, tizedik, akár hanyadik, nem fogja betölteni a vágyait. De ha csak egy lenne, az is kevés lenne ahhoz. Ember nem tudja betölteni azokat a vágyakat, amelyek a szívünk legmélyéből fakadnak fel. De ő igen. A víz, amit Jézus kínál, nem közönséges víz, hanem olyan víz, ami után az ember, Jézus maga mondja, soha többé nem szomjazik meg. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy soha többé nem lesz semmilyen vágyakozása az embernek, hiszen egészen biztos, azt gondolom, nem kell nagyon bizonygatnom, hogy nem próbálta Jézus meggyőzni az asszonyt arról, hogy soha többet nem lesz szomjas, és nem kell innia. Hogyha Jézusban hisz, akkor onnantól kezdve nem lesz szüksége vízre, vagy amit az ember inni szokott. Jézus nem azt mondja, hogy nem lesz semmiféle vágyakozása. Azt sem mondja, hogy nem lesz egyáltalán fontos a társkérdés. És azt gondolom, azt sem mondja, hogy egyáltalán semmilyen beteljesületlen vágya nem lesz. Akkor mit mond itt Jézus? Én azt gondolom, azt mondja, hogy ha abból a vízből iszunk, amit ő ad nekünk, akkor a lelkünk legmélyén éljük át a beteljesedést. Megtaláljuk a nagy őt. És azután, hogy benne megtaláljuk a nagy őt, senki másban nem kell a nagy őt keresni. A legmélyebb vágyunk nem lesz céltévesztve, ezért az összes többi vágyunk a legmélyebb vágyunkhoz, amely helyes irányba áll, tud igazodni. Nyilván ez az igazodás, hogy az összes vágyunk a legmélyebb, helyes irányba fordult vágyunk az igazodjon, ez egy életprogramja. Erről szól a megszentelődés, erről szól a keresztény élet. Az a változás, amin keresztül megy az, aki elkezdi Jézust követni. De ez már nem azzal az őrítő feszültséggel történik, hogy minden attól függ, hogy ez vagy az a vágyam beteljesedik el. Hiszen a legmélyebb vágyam az beteljesedett. Azáltal, hogy megkaptam Jézustól az élő vizet. És végül ötödször. A történet azt illusztrálja, hogy a beteljesedéshez Jézusban való hitre van szükség. Jézus az élő víz ígéretét önmagához kapcsolja. Azt mondja az asszonynak, aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Ez rendkívül megdöbbentő állítás. Ez az asszony egy másik férfivel beszélget egy kút mellett. És ez a másik férfi azt mondja neki, hogy ha hiszel bennem, akkor én
tudok neked olyan vizet adni, ami a legmélyebb vágyakozásaidat megoldja. Ahhoz, hogy az asszony ezt el tudja venni, a saját előítéleteivel kell először leszámolnia. És erről szól a beszélgetés második része. Az asszony felhozza ellenvetésként, hogy a zsidók, ugye Jézus zsidó volt, ő pedig samáriai volt, köztük egy etnikai ellentét. A zsidók máshogy gondolkodnak Isten tiszteletéről, mint a samáriaiak. Milyen alapon higgyek én neked, aki zsidó vagy? Jézus mond valamit erről az ellenvetésről, most nem akarok belemenni, de nem akarja őt meggyőzni a zsidók állításainak az igazságáról, ennél sokkal fontosabb dologról próbálja az asszonyt meggyőzni, mégpedig arról, és ez megint egy rendkívül megkökentő állítás, hogy ez az Isten tisztelet dolog, és ez a vita, ami a zsidók és a samáriaiak között zajlott, hogy melyik hegyen meg hogyan tiszteljék Isten, ez lényegében érdektelenné válik az én eljövetelemmel. Az Isten helyes tisztelete egészen más lesz akkor, amikor eljön a Messiás. Abban az órában, amikor eljön a Messiás, más lesz az Isten tisztelete. És aztán azt mondja Jézus, ez az óra most van. Én vagyok a Messiás. Bennem csúcsosodik ki az Isten tisztelete. Sőt, az Isten mentő szeretete. Meg tudom elégíteni a szíved vágyait. Nem hetedikként, hanem a valódi nagyőként. Nem úgy, ahogy az első 6 próbáltam, hanem lélekben és igazságban. Úgyhogy megtanítalak, hogy hogy fordulj az Atyához rajtam keresztül. Bennünk is lehetnek olyan előítéletek, amelyek akadályai annak, hogy Jézustól elvegyük a szomjunkat oltó élő vizet. Meg csak próbálom felsorolni, vagy megtippelni azt, hogy bennetek milyen akadályai lehetnek ennek. De lehet ilyen meggyőződés az, hogy ilyen víz nincs is. C.S. Lewis Narnia krónikáinak az utolsó könyvében, a végső ütközetben, a könyv legvégén van egy csapat törpe. Ezek a törpék ott ülnek a jelképes mennyország közepén, de nem tudják azt meglátni, egymás felé fordulnak, és amikor megpróbálják nekik azt elmagyarázni, hogy ők már nem ebben a sötét kis fészerben vannak, ahol előtte voltak, mielőtt az átváltozott volna ez egy mese az igazi, valódi mennyei Narniává. Amikor megpróbálják őket meggyőzni arra, hogy nyissák már ki a szemüket és nézzenek körül, ők csak befele fordulnak konokkul és azt mondják, hogy minket nem fog már senki rászedni. Ilyet nincsen. Nincs örök élet. Nincs Isten. Ez mind mese. Ez egy rózsaszín álom, egy buborék, amiben gyenge emberek hisznek. Az asszony is érezhetett így, amikor Jézus azt mondja neki, hogy én nem tudom a vágyakozásaidat oltani, be tudom teljesíteni. Ő is gondolhatott arra, 6 férfi után elszórakozzál velem. Mi is érezhetünk így. És azt hiszem, hogy a magyar társadalom elég sok csalódáson ment át ahhoz, hogy nagyon sokan vannak, akik így éreznek. Lehet ilyen előítélet az is, hogy nem láttuk meggyőzőnek azok példáját, akik állítólag kipróbálták már ezt. Talán éppen a szüleink azok, akiket
hiteltelennek látunk. Talán a kereszténység története botránkoztat meg bennünket. Talán gyülekezetekben átélt konfliktusok vetnek bennünket vissza. Az asszony hagyta magát meggyőzni, és nagy örömmel újságolta a falubelieknek, hogy mi történt vele, pedig rossz kapcsolata volt azokkal az emberekkel. A samáriai asszony története 5 dolgot igazol, amiről tegnap is beszéltem. Az első valós probléma, a beteljesedetlen vágyak problémája, és Jézus tud erről. A második valós probléma, a céltévesztett vágyak problémája, és Jézus tud erről. A harmadik, Jézus szerint nem magával a vágyakozással van a baj, hanem annak az irányával. Negyedszer Jézus beteljesítés ígér. És ötödször azt mondja, hogy a beteljesedéshez a benne való hitre van szükség. Az előttünk álló kérdés az, hogy hiszünk-e Jézusnak. Elindulhatunk a nagy ő, az emberi nagy ő keresésére. Ezzel nagyon nagyot kockáztatunk. Azt kockáztatjuk, hogy ennek a samáriai asszonynak az életútját fogjuk bejárni. És egy idő után csak roncsokat fogunk magunk mögött hagyni. De megláthatjuk Jézusban is a nagy őt, aki képes betölteni a legmélyebb vágyakozásunkat, amit ember soha nem fog tudni betölteni. És ha megpróbáljuk emberrel betölteni, annak az embernek az életét tönkre fogjuk tenni, és tönkre fogjuk tenni a saját életünket is. A döntést, hogy hiszünk-e Jézusnak, mindenkinek magának kell meghozni. Egyikünk sem tudja a másik helyet ezt a döntést meghozni. Én hiszek Jézusnak, és hiszek Jézusban. És az eddigi tapasztalataim azt mondják, hogy az, amit ő magáról állított, az igaz.